egyfajta képet kapni. Ami nagyon fontos, és én valóban nem szeretnék a történelmi személyiségekhez kapcsolódó különböző ideológiai csatákba belemenni, viszont egy nagyon fontos szimbolikus kérdést egyik képviselő sem említett. Ugye a határozati javaslat homályosan úgy fogalmaz, hogy a Kossuth tér Magyarország alkotmányos főtere. Én szeretném, hogyha ezt majd alkotmányokban, alkotmánytörténelemben jártasabb kollégáim elmagyaráznák nekem, hogy ez pontosan mit is jelent. Én ezt nem tudom megítélni, de érteni vélem a mögötte levő egyébként nemes gesztust. Szóval, hogyha ezt a szerepet szeretnénk a Kossuth térnek biztosítani, én nem értem, hogy a gyülekezési joghoz fűződő, elmúlt években tapasztalt kérdések hogyan nem kerültek megemlítésre ebben a határozati javaslatban. Én úgy gondolom, hogy egyrészt a határozati javaslat szándéka szerint nyitottá kell tenni a Kossuth teret a külföldi látogatók, turisták és a magyar állampolgárok számára. Én úgy gondolom, hogy amennyiben a kordonok és a láncok meg fognak maradni a Kossuth téren, ez semmiképpen nem valósítható meg. Balsai képviselőtársam említette példaként nyugat-európai parlamenteket, nyugati parlamenteket. Én nagyon szeretném azt látni, hogyha a magyar országgyűlés épülete főlépcsőjén ülhetnének magyar állampolgárok, akik élvezhetnék a park látványát, és nem kéne félniük attól, hogy esetleg kiküldik őket onnan a katonák, mert nem lenne félnivalójuk. Ez az egyik dolog, és egyébként ez irányba nyújtottunk be egy módosító indítványt, hogy a gyülekezési jog zavartalan gyakorlásához való jog az kerüljön említésre ebbe a határozati javaslatba. Ami egy másik kérdés, a látogatócentrum kérdése. Itt megint érzek némi ellentmondást a 44 előtti állapot, illetve a látogatócentrum esetleges felépítésével kapcsolatban. Ha jól tudom, akkor már az előző házvezetés is elkezdett bizonyos körültekintést, illetve elkezdett információkat gyűjteni arról, hogy Nyugat-Európában milyen fajta látogatócentrumok találhatóak meg. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van erre, hiszen méltatlan körülmények között érkeznek ide akár több ezer kilométerről vendégeink, hogy megnézzék az országgyűlési épületét. Tehát az valóban nem tartható fenn a továbbiakban, hogy az 1-es és a 17-es kaputól az őrök folyamatos instrukciói alapján a 6-os kapu előtt álljanak sorba tűző napon és zuhogó esőben. Ezt valóban meg kell oldani. Itt gondolom, arra gondolhattak az előterjesztők, hogy esetleg a mély garázssal párhuzamosan ezt a látogatócentrumot és a föld alá lehetne süllyeszteni. Én ezt tartom még esetleg valószínűnek. Ami nagyon fontos, és aminek szintén, mint 5. kerületi lakos nagyon örülök, hogy rendeződik a Kossuth tér tulajdonosi helyzete. Erről Rogán polgármester úr is tudna mesélni, hogy ez milyen anomáliákat okozott az elmúlt időszakban. Üdvözöljük azt, hogy ez a kérdés meg fog oldódni. Amit szintén üdvözlünk, a kormány kiköltözése az országgyűlés épületéből. Ez egy nagyon régi adóssága, úgy gondolom, a magyar országgyűlésnek, a magyar kormánynak. Ezt 1990-ben már meg kellett volna tenni. Üdvözöljük, hogy most erre a szándék tapasztalható. Viszont egy kérdés sem lenne még az előterjesztő úrhoz itt a föld alatti parkolóval kapcsolatban. A határozati javaslat azt említi, hogy lehetővé válik a kormányzati szervek működésével összefüggésben a térre érkező gépjárművek tárolása. Én azt szeretném megkérdezni, ugye azt nem gondolják komolyan, vagy pedig én értelmezem félre, hogy az országgyűlés mély garázsát országgyűlési képviselők nem használhatják, hanem csak a kormányzati munkához kapcsolódó forgalom vehet igénybe majd azt. Tehát összességében és zárásképpen én azt tudom mondani, hogy mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy szimbólumában a Kossuth tér tükrözze a nyitottságot, amit az egész országgyűlésnek tükröznie kell. Tűnjenek el a láncok, tűnjenek el a kordonok, nem lehet helye a magyar országgyűlésnek teret adó közterületi egységen egy olyan korlátozásnak, ami az egyik legalapvetőbb alkotmányos jogát korlátozhatja bárkinek, és ezért kérem önöket, hogy támogassák azt, hogy a gyülekezési joghoz való
maradéktalan jog az megvalósulhasson, akár, és sugalja ezt a mentalitást, ez a határozati javaslat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Novák Előtt képviselő úrnak adok most szót, parancsoljon, képviselő úr. Ismételten köszönöm a szót, elnök úr. A Kossuth tér visszatér. Reméljük, hogy nem csak az eredeti arculatához, hanem a tüntetők számára is, hiszen a határozati javaslat indoklása szerint a Kossuth Lajos tér a gyülekezési jog állampolgári gyakorlásának kiemelt szintere, azonban erről a határozati rész egyáltalán nem rendelkezik. A tüntetők kiszorítása 2006 óta széleskörű társadalmi felháborodást váltott ki, ezért meggyőződésem szerint indokolt lenne annak rögzítése a rendelkező részben is tehát, hogy a kormánynak biztosítania kellene a feladatának elvégzése közben azt is, hogy a gyülekezési jog gyakorlásának, tehát a legnagyobb tüntetéseknek is a jelenleginél alkalmasabb helye legyen a Kossuth Lajos tér. Erre vonatkozóan tehát egy módosító javaslatot is megfogalmaztam. Ami a kormány távozását illeti, természetesen támogatom, a Jobbik Magyarországért Mozgalom is támogatja a kormány távozását, akár még csak az épületből is, de persze ennek tágabb értelmében is. Erre most nem kívánok kitérni, bár az általános vitában messzire mehetnénk, már csak azért sem, mert van itt még azért sajnos érdekesebb és aktuálisabb, akuttabb ügy is. Egyik, amiről Stauff Gábor képviselőtársam fővárosi elnökként is illetékesnek tartotta magát, hogy megszólaljon, hogy bizony a Károlyi szobor még mindig itt égtelenkedik, több mint két évtizeddel is az úgynevezett rendszerváltás óta az országgyűlésnek az északi oldalában. Erre vonatkozóan is egy módosító javaslattal lesz lehetőségük önöknek hitet tenni, amellett, hogy ezt végre nem szeretnék itt látni. Kövér László is nyilatkozott már erről. Persze, amikor mi jobbikosok nyújtottuk be Hegedűs Tamás és Hegedűs Lórántné képviselőtársam az erre vonatkozó határozati javaslatot, akkor ezt persze leszavazták, ezt láthattuk. Ennek indokolására nem térnék ki hosszan, hiszen a határozati javaslatunk indokolása megtalálható, illetve megtalálható lesz az országgyűlés honlapján, hiszen ahogy most néztem, valami technikai ok miatt más jön be azon az iktató számon, de már jeleztem a országgyűlés hivatalának, tehát hamarosan ismét átolvashatják a részletes történelmi visszatekintést. Erről néhány szóban Stauff Gábor képviselőtársam már beszélt. Én hadd beszéljek inkább egy másik kérdésről, hiszen önmagában a Károlyi szobor már szinte lerágott csont. Azért, hogyha jártak önök 2006 őszi tüntetésekre, akkor tudhatják jól, hogy a Károlyi szobor kapcsán már nem arról folyt a vita, hogy el kell letávolítani, hanem arról, hogy hogyan és hova. Hogy például a kettes villamos után kellene kötni, vagy várhatunk valamiféle jogszabályi rendezésére ennek a kérdésnek. Tehát én azt gondolom, hogy ha meg akarjuk előzni a forradalmi változásokat, akkor itt most jogszabályban is egy országgyűlési határozatban biztosítsuk azt, hogy ennek eltávolítására hitet teszünk. Ahogy viszont említettem, van egy másik fájó pont, ez pedig a közeli szabadságtér, melynek rendezésétől nem tekinthetünk el ennek a javaslatnak a keretében sem, hiszen a szabadságtéri szovjet emlékműre rá is lehet látni tulajdonképpen innen akár a kormánypárti folyosókról, az országgyűlés főemeletéről. Én azt gondolom, hogy az országgyűlés szívében egy ilyennek nincsen helye. És hogy ezt egy kicsi alátámasszam, hadd olvassam föl a szabadságtéri szovjet emlékmű eltávolítását követelő kiáltványát, melyet közösen fogalmaztunk meg Budaházi Györggyel még 2004-ben, hiszen akkor jutott el egy olyan szintre, hogy akkor már olyan széles körűvé váltak a társadalmi tiltakozó megmozdulások ezzel kapcsolatban, hogy 2004 március idusa óta kordonokkal védik, több tucatnyi kordonnal védik a Szabadság téren, pikáns módon a szabadságról elnevezett téren kordonokkal zárják el ezt az önkényuralmi jelképet is tartalmazó emlékművet. Most ennek a kiáltványnak az aláírói közt is találnak majd a kormánypárti képviselők számára is meglehetősen közel áll, akár önök között lévő közéleti személyeket, akár képviselőt is. Ezért azt kérem, hogy hallgassák figyelemmel ennek a történetét. A budapesti Szabadság tér és környéke helyén állt 100 évig az a II. József által építetett tüzér laktanya, melyet a Pest Bastilljának neveztek. Ennek területén végezték ki Batthyány Lajos, Magyarország első szabadon választott miniszterelnökét. Jelképesen felakasztották Kossuth Lajost, Táncsics Mihályt, Irányi Dánielt és még sok magyar forradalmárt.
szabadságharcost börtönöztek be, vagy végeztek ki itt. Ez a tér pontosan az ő emlékükre kapta a szabadság nevet, még a környező utcák is a magyar vértanúk nevét viselik. 1897-ben bontották le a rossz hírű épületkomplexumot, és alakították ki a jelenlegi környezetet. 1920-ban a nemzet legnagyobb tragédiájának, a kétharmados országvesztésnek az emlékére Trianon emlékműcsoportot állítottak fel a kialakított téren. 1928-ban egészítették ki az emlékműcsoportot az erekélyes országzászlóval, melynek talapzatába Nagy Magyarország vármegyéiből, Petőfi Kossuth szülőházának földjéből, valamint nagy történelmi csatáink helyszínéről, Muhipuszta Cserepatak 1848-as szabadságharc csataterei, és az első világháborúban elesett hősi halottak temetési helyeiről Galícia Doberdó hoztak földet. Eleink tehát nemzeti emlékhelyet alakítottak ki itt a közeli szabadságtéren. 1945-ben a benyomuló szovjet csapatok ezt az emlékműcsoportot, vagyis nemzeti emlékhelyünket rombolták le, és építették fel a helyén saját obeliszjüket, amit önök is láthatnak, hogyha kilépnek innen az ülésteremből. De a folyosóról, tisztelt Mária néni, megnéztem, sajnos a mai napig lehet látni még az önkényuralmi jelképet is. A rendszerváltás után 13 évvel a tér átépítése kapcsán joggal hitte minden jó érzésű ember, hogy végre minden a helyére kerül, a szovjet katonák emlékműve a temetőbe, a magyar történelmi emlékművek pedig vissza a szabadságtérre. De nem ez történt. Magyarország politikai vezetői a nemzet megkérdezése nélkül a szabadságtér eredeti állapotának helyreállítása helyett a szovjet hősi emlékmű teljes pompájában való visszaépítése mellett döntöttek. Ez az, amiről államtitkár úr nem beszélt, csak úgy önmagában a szabadságtéri felújításról hallhattunk. Ezen iszonyatos megaláztatás ellen persze több civil szervezet is felemelte hangját. Kétszer is szerveztek tüntetést a visszaépítés ellen, fontos közéleti szereplőkhöz pedig tiltakozó beadványokat juttattak el, fogalmaz a kiáltvány 2004-ben, hozzáteszem azóta több tucat ilyen tüntetés és polgári engedetlenségi mozgalom is elindult. Tiltakozók beadványokon kívül, amelyek süket fülekre találtak, még az emlékművön lévő a BTK 269/B paragrafusába ütköző sarló kalapácsos ábrázolás miatt feljelentést is történt, persze a rendőrség és az ügyészség is elutasította azt. Ugye a közhiedelemmel ellentétben a rajta lévő aranyszínű ötágú csillag az mindig is aranyszínű volt, ilyen értelemben a hatályos jogszabályai szerint persze nem minősül önkényuralmi jelképének az, ellentétben mondjuk a horogkeresztemmel szintől függetlenül önkényuralmi jelkép. Ellenben viszont a sarló kalapácsos ábrázolás szintől függetlenül, igen, mindkét oldalán az emlékműnek, az is, ami az országgyűlés épülete felé esik, az önkényuralmi jelképnek minősül, folytatólagos, mulasztásos jogsértés valósul meg innen egy nem is messze a Kossuth térről. Mindezek tetejében az emlékművön a dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek felirat díszeleg, minden magyar nevében. Annak a szovjet birodalmi hadseregnek a dicsőségére, mely elfoglalta és fél évszázadig megszállva tartotta hazánkat, katonái tízezer számra megerőszakolták asszonyainkat, leányainkat, több százezer honfitársunkat elhurcolták Málenkij robotra, akinek nagy része a Szovjetunió lágereiben pusztult el, embertelen körülmények között, és amikor 1956-ban az általuk diktált elviselhetetlen rendszer ellen népünk fellázadt, szabadságharcunkat is kegyetlen módon tiporták el. Úgy érezzük, a parlamenti pártok ezzel megadták a végső kegyelemdöfést az egész rendszerváltásnak, melynek alapja éppen az volt, hogy kimondtuk, a 45 óta szovjet felszabadítás néven emlegetett esemény valójában megszállás volt. Budapest 2004. április 4-e. Az aláírók pedig az 56-os Magyarok Világszövetsége, elnöke a kiáltvány aláírásakor még élő Pongrácz Gergely volt, Egyesült Magyar Ifjúság, 64 vármegyei ifjúsági mozgalom, a Budaházi György vezette Hunszövetség, amelynek, mint említettem, a kiáltvány megfogalmazója is volt velünk együtt, Horthy Miklós Történelmi Társaság, Ifjú Magyarok Egyesülete, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Magyar Revíziós Mozgalom, Magyar Nemzeti Front, Magyar Polgári Szalon, jelzem, ennek fővédnöke Lévai Anikó, a miniszterelnök úr felesége,
Összefogás a fennmaradásért mozgalom, Pajszövetség, Sárospataki konzervatív kör, Szabad Magyarországért mozgalom, Trianon társaság, Wittner Mária 56-os szabadságharcos külön név szerint is, és Zrínyi emlékvédő társaság. Nos, ennyi civil szervezet aláírásával, de ami a még fontosabb, ennek a célnak az érdekében fogalmaztak meg egy olyan kiáltványt, ami azóta süket fülekre talált, és kordonokra. Kordonok tucatjaira a magyar szabadságról elnevezett téren. Én azt gondolom, hogy ide lenne ezen változtatni. Érdemes még felidézni azért 2006. április 1-jét is, egy pikáns áprilisi tréfát, amikor is a Fidesz nevében egy kamu közleményt adott ki máig ismeretlen tettes. Ugye ebben úgy fogalmazott a Fidesz, ami egyébként a Fidesz honlapjára is fölkerült, tehát azért kétségünk lehet afelő, hogy ez valójában áprilisi tréfa volt, vagy komolyan gondolták, hiszen a Fidesz honlapján is ismétlen megjelent. Pokorni Zoltánnak egy közleménye. Ez pedig így hangzott, egy rövid közlemény. Miután a Fidesz kormány által az iskolákban bevezetett kötelező holokauszt emléknap beváltotta a hozzáfűzött reményeket, elérkezettnek látjuk az időt, hogy a magyarság nagy tragédiája Trianon is hasonló megítélés alá essen. Olvasható tehát a Fidesz honlapján Pokorni Zoltán közleményében 2006. április 1-én. Folytatom. Bár utóbbi történelmi tényt nem kérdőjelezheti meg senki, mégis fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzeték tisztában legyen a népünket ért igazságtalansággal, és azzal, hogy a határon túli magyarok is nemzetünk egyenrangú polgárai kell legyenek, még ha a határokat el is tolták a fejük felett. Ha a Fidesz Magyar Polgári Szövetség győz a választásokon, és kormányt is tud alakítani, első intézkedései közt lesz, hogy a közoktatásban elrendeli a június 4-i megemlékezéseket. A szabadságtéri szovjet emlékműhelyére pedig vissza kell állítani a Trianon szoborcsoportot az országzászlóval, áll a Fidesz közleményében, melytől persze nyomban egy nap után elhatárolódtak, de hát ugye láttunk mi már azóta egy újabb elhatárolódást. A Fidesz elhatárolódott a 2006-os elhatárolódásokkor, akkor, amikor 4 év elteltével itt a Trianon emléknapot végre megszavazták, korábbi ígéretük, 1990-es kivonulásuk és sok minden mással ellenére. Viszont a mai napig ez az elhatárolódásuk viszont életben van, a szovjet emlékmű eltávolításával kapcsolatban, pedig azt gondolom, itt is ideje lenne az önök részéről egy pálfordulásnak. Több mint 20 évvel a rendszerváltás után, 1 évvel az úgynevezett fülkeforradalom után, azt gondolom ideje, hogy az országgyűlés épületéből és a Kossuth téről is látszó önkényuralmi jelképet, a kommunista megszállók emlékművét eltávolítsuk. Ugye tegyük hozzá ennek a közleménynek az alján, most, hogy itt olvasom a legolvasottabb jobboldali hírportálnak a lábjegyzetét, azt írja, kuruc.info, szkepticizmus, kételkedve olvassuk Pokorni közleményét, és nem azért, mert április 1-je van, hanem mert a Fidesz, azon belül Pokorni Zoltán, a Trianon emléknap kezdeményezője. Sokkal inkább lenne hihető számunkra az, ha a polgári párt az általa bevezetett holokauszt emléknap munkaszüneti nappá nyilvánításáért küzdene. Na hát valóban, akinek volt politikai realitás érzéke, azért az jól érezte, hogy nem volt ez túl reális akkor, de hát ugye változnak az idők, ugye, és a Fidesz politikája is úgy változik, ahogy hát a társadalmi elvárások, hogy finoman fogalmazzunk. De én azt gondolom, hogy a társadalmi elvárások viszont 20 évvel a rendszerváltás óta, nézzünk csak, itt most a jelenleg 2 fősre apadt MSZP frakcióra, igen, elérkezett az idő, hogy ezt az emlékművet eltávolítsuk. Nem beszélve arról, hogy semmilyen plusz állami erőforrásra nem lenne szükség, hiszen kapásból a Magyar Élettér Alapítvány is már biztosította az ereki és országzászló visszaállításának költségeit. Én ezért még egyszer arra kérem önöket, hogy a 2 módosító javaslatunkat, mely egyrészt a Kossuth téren való tüntetések biztosításáról, másrészt pedig különösen a Károly szobor és a Szabadság téri szovjet kommunista emlékmű eltávolításáról szól, abban minket támogatni szíveskedjenek. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. Én tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy az általános vita nem teljesen kötött műfajabba sok minden belefér. Tehát mégiscsak a budapesti Kossuth tér rekonstrukciójáról szól az előterjesztés, hogy lehetőleg arról beszéljünk. Most pedig Ferenczi Gábor képviselő úrnak adok 2 percre felszólalási lehetőséget a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Egészen elképedve hallgattam itt ma reggel Urány Sándor MSZP-s képviselő úr mentegetését Károlyi Mihállyal kapcsolatban, illetve Károlyi Mihály szobrának eltávolításával kapcsolatban. Nagyon fontos leszögezni, hogy Károlyi Mihály az egyik legnagyobb magyar hazaáruló volt.
Miközben róla ezt mondhatjuk el, addig azt is fontos hangsúlyozni, hogy 2004. december 5-én pedig az MSZP tanúbizonyságát adta annak, hogy ők pedig nemzetárulók, ugyanis magyar testvéreink ellen uszították a magyarságot. Két írásbeli kérdés is adtam be a közelmúltban Navracsics Tibor miniszter úrhoz. Az egyik, hogy szándékozik-e a kormány erkölcsi kártérítést nyújtani a Vörösterror idején megkurcoltak családtagjainak, rehabilitálni a kivégzetteket. A másik kérdésem pedig éppen Károlyi Mihály szobrának eltávolítására vonatkozott. Utóbbi kérdésemre miniszter úr azt a választ adta, hogy ez önkormányzati hatáskör. Én éppen ezért örülök ennek a határozati javaslatnak, hogy végre rendeződhet Károlyi Mihály szobrának számunkra nagyon fontos ügye, hiszen azt gondolom, hogy az erkölcsi kártérítést a tanácsköztársaság idején, a Vörösterror idején kivégzett, meghurcolt magyar emberek számára Károlyi Mihály szobrának eltávolítása jelentheti. És még két fontos gondolat, azt gondolom József Attilát nem lehet egy napon említeni egyrészt Károlyi Mihállyal, másrészt pedig érdemes utána olvasni a képviselő úr, hogy Magyarországon sohasem volt fasizmus. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most rendes felszólalást a Volner János képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a magam részéről a jelenleg előttünk fekvő előterjesztést őszinte megdöbbenéssel olvastam. Ugyanis, hogyha végig gondolják képviselőtársak, hogy az elmúlt egy év miről szólt, semmi egyébről, mint hogy puritán államot hirdetett a Fidesz, puritán gazdálkodás szükségességét fogalmazta több ízben meg, arra biztatott mindenkit, hogy lehetőség szerint takarékoskodjon, sőt, amikor a nemzetgazdasági miniszter úr Brüsszelbe látogatott és az Európai Unió gazdaságpolitikusaival egyeztetett, ott olyan gondolatokat fogalmazott meg, hogy minden magyar munkavállalónak egy havi jövedelméről egy évben le kell mondania, mert annyira rossz helyzetben van az ország, minden nyugdíjasnak egy havi nyugdíjáról le kell mondania, mert annyira rossz helyzetben van a költségvetés. Ezek a gondolatok megfogalmazódtak, és azt láttuk, hogy a politikum elvárja, a jelenlegi politikai elit elvárja a vállalkozóktól, elvárja a társadalom egészétől azt, hogy áldozatot hozzon, hiszen nehéz helyzetben van az ország. Ezzel szemben előttünk van most egy olyan előterjesztés, amely ennek éppen az ellenkezőjét hirdeti, éppen az ellenkezőjét valósítja meg. Eddig érdekes módon minden kormány elfért a parlament épületében, nem voltak túl szűkösek a keretek, itt elég volt az ingatlan üzemeltetés során a parlament nyújtotta lehetőség arra, hogy a kormány el tudja itt látni a tevékenységét. A többi minisztérium épületét eddig is a szükséges mértékben igénybe vették. A többi ingatlanon keresztül gyakorlatilag el tudta látni a kormány a feladatát. Most ahhoz képest azt látjuk, hogy csak az országgyűlésé lesz az országgyűlés épülete. Az ingatlan gazdálkodás szabályait gyakorlatilag semmibe véve a kormány keresni fog magának valószínűleg egy új helyet, egy új irodaházat, jó drágán, és gyakorlatilag az adófizetők képébe nevetve számolatlanul költi majd el az adóforintokat saját lakberendezésére, a saját igényeinek finanszírozására. Ez egy olyan javaslat, amit egész egyszerűen nem lehet támogatni, mert egyrészt megrendül az állampolgárok erkölcsi hite, megrendül a kormányzatba vetett bizalma, és a politikai bizalom, amelyet a Fidesznek megelőlegezett egy kétharmados választás formájában, az tovább fog erodálódni. Itt kevésbé a Fidesz miatt sajnáljuk ezt a dolgot, inkább arra teszünk utalást, hogy azok, akik a közhatalmat gyakorolják, nem szabad, hogy visszaéljenek azzal a pozícióval, amit a választások jóvoltából élvezhetnek. Én azt gondolom, hogy semmilyen észszerű, racionális, gazdasági magyarázata annak nincs, hogy a kormány ki akarjon költözni a parlament Kossuth téri épületéből, semmilyen racionális magyarázat nincs arra, hogy új helyet keres magának, semmilyen racionális magyarázat nincs arra, hogy ismét egy több milliárdos beruházás elé nézünk. Hogyha képviselőtársak visszagondolnak az elmúlt hónapok eseményeire, mit láthatunk? Én már magam előtt látom a bulvárlapok címoldalát, megjegyzem teljes joggal, amelyek meg fogják jegyezni azt, hogy miután frissen aszfaltozták a Kossuth teret,
azután majd ide fognak jönni a földmunkagépek, és fölverik ezt a friss aszfaltot, mert valakinek jött egy új agyszüleménye a kormány részéről, hogy ide mélygarást álmodott meg, és utána megvalósítanak itt egy olyan beruházást, amire egyébként az égvilágon semmi szükség nincs. Én azt kérem képviselőtársaim, hogy legalább egyszer próbáljon a politikai elit példát mutatni, legalább egyszer próbáljon meg ugyanúgy áldozatot vállalni, vagy legalábbis ne részesedjen azokból a többletjuttatásokból, amelyet magának nyilván itt az országgyűlésben a kétharmados szavazógépezet segítségével meg tud szavaztatni. Legalább egyszer álljon úgy ki az emberek elé, hogy ő maga is részese az országnak, ő maga is viseli annak terheit, és nem próbálja meg kikerülni a jogalkotási eszköztár lehetőségeit figyelembe véve, és ezeket gátlástalanul kihasználva. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Képviselő, tisztelettel tájékoztatom a házat, hogy a mai napon nincsen tévé közvetítés. Túri Kovács Béla képviselő úrnak adok szót. Túri Kovács Béla képviselő úrnak adok szót. Köszönöm a szót, elnök úr, nagyon rövid leszek. Én arra kérem a képviselő urat, hogy gondolja meg azért, amiket itt elmondott. Én nem hiszem, hogy ez a Jobbik álláspontja, vagy legalábbis a párt nagy részének az álláspontja. Az a párt, amelyik azt vallja magáról, hogy egy nemzet felemelkedésében gondolkodik, amely azt vallja, hogy a nemzet jelképeinek a megjelenítésén akar és kíván munkálkodni, hogy ezeket be akarja oltani az emberek szívébe is, kell egy nemzetnek akkora ereje legyen, hogy legalább az alapvető ügyeket úgy oldja meg, a pillanatnyi helyzettől függetlenül is, amelyek az országnak talán nem is tudnék más mondani, mint azt, hogy az arculatát oly módon tudja változtatni, ami emeli a mi jelképértékeinket, emeli az egész nemzetnek a tudatát. Nincs másról szó, mint arról van szó, hogyha végig gondoljuk, hogy rendezzünk egy olyan ügyet, amely nem maradhat már tovább hosszú ideig ilyen helyzetben, hogy le van betonozva, ebben az országban annyi mindent lebetonoztak. Zárójelben megjegyzem, aztán utána elvitték. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy valamit alkotni szeretnénk közös erővel. Ami meg a bulvárlapokat illeti, a bulvárlapok belőlünk élnek. Abból élnek, hogy időnként olyanokat próbálunk mondani jó célok érdekében is. Ne vegye rossz néven, képviselő úr, nem önről van szó, de populista megjegyzésekkel, amit aztán a bulvárlapok éppen az ellen használnak ki, az ellen a jó cél ellen, amit pedig támogatni kellene közösen. Az, hogy ennek az országnak legyen egy országháza, amely méltóképpen azt szolgálja, ami a dolga, hogy legyen olyan kormányhelye, ahol a kormány valóban úgy tud megjelenni, hogy az egész világ előtt a magyarságot tudja képviselni, ez nem lehet, hogy ez ne legyen közös cél. Én azt gondolom, hogy amikor meg valamiféle gyűjtésről tetszett beszélni, azt vegye tudomásul, képviselő úr, hogy én személy szerint sem békekölcsönt, sem 5 éves kölcsönt soha nem támogattam, nem jegyeztem, jövőben sem fogok, abban nem látok megoldást. Köszönöm szépen, képviselő úr, 2 perces hozzászólás. A Volner János képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Annak én mindig tudatában vagyok, hogy mikor van tévéközvetítés és mikor nincs. Ha másból nem, akkor abból veszem észre, hogy amikor a kormány előterjesztőként részletes vitát folytat az országgyűlésben, a tévéközvetítés után a kormánypárti képviselők nem is szólnak hozzá a törvényjavaslathoz. A végén aztán, amikor az ellenzék jó kivitatkozta magát, föláll az adott előterjesztő, elmondja, hogy mekkora idióták voltak az ellenzéki képviselők, és mennyire nem értenek hozzá, kinyilatkoztatja a véleményét, aztán leül. Ez ugye általában a normális menetrend a tévéközvetítési időn kívül. Az pedig, képviselő úr, Túri Kovács Béla képviselő társam, amikor az állam takarékos gazdálkodásáról szóló törvényeket fogadjuk el itt az országgyűlésben, azt gondolom, hogy irányadó kell, hogy legyen ez a kisebb és a nagyobb lépésekben egyaránt. Akkor, amikor visszagondol, képviselőtársam, hány olyan törvényjavaslat vérzett már el a bizottságokban, nem is került ide a parlament plenáris ülései elé, ami ezt célozta volna. Amikor például elmentünk a költségvetési bizottságba egy olyan törvényjavaslattal, amely a takarékosság jegyében a hivatali autók számát, motorméretét, felszereltségét maximálta volna, ezt észszerűsítette volna, megjegyzem, nyugat-európai mintára, többek között az önök pártja volt az,
aki ezt a törvényjavaslatot leszavazta, holott ha az állami és önkormányzati rendszert nézzük, több ezer autóról van szó. De visszatérve erre az előterjesztésre, én amondó vagyok, hogy lehet különböző ingatlan gazdálkodási célja a kormánynak, egyre azonban ügyelnie kell, hogyha maga is áldozatot kér az állampolgároktól ebben az országban, akkor élen kell járnia az áldozatvállalásban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Én nem önnek szántam a mondásomat, de a monitorra tekintve hirtelenében ráláttam, hogy hányan is kértek kétperces felszólalásra lehetőséget. És ezzel kapcsolatban jegyeztem meg, világos, hogy részleteiben nem bocsátkozhattam, és nem mondhattam el, hogy miről van szó. De azóta már változott a helyzet, most csak ketten várnak kétperces felszólalásra. Elsőnek Wittner Mária képviselőasszonynak adok szót. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm az elnök ura szót. Csak nevem megemlítetése címén szeretnék szólni. A múltkor ugye áprilisban volt egy szép nagy botrány a Horn Gyula dicséretével. Nem szeretném, hogyha ugyanabból a szájból hangzana el az én nevem, ahonnan a Horn Gyulát agyon dicsérték. Mert éppen elég botrány keletkezett ebből, és több mint egy hónapig kaptam a névtelen leveleket. Megköszönöm önnek, képviselő úr, hogy ennyire képviseli a magyar ügyet Horn Gyula személyében. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Szilágyi Péter képviselő úr következik az LMP képviselőcsoportból. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden szeretnék Volner képviselőtársammal reagálni. Részben egyébként osztom az aggodalmait az esetleges pazarlás és hát a közpénzek nem megfelelő kezelésével kapcsolatban, ugyanis eléggé furcsa számomra, hogy még csak hozzávetőleges összeget sem hallottunk arról, hogy mekkora pénzt állnak a Kossuth tér rendezésére. Ez mindenképpen...